Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöllek én is benneteket itt a ma esti ünnepi eseményünk Dharma beszédén. Hallhattatok Attilától egy kiváló bevezetőt az érzékszervekről, és a buddhizmus úgy nevezi az emberi lényt, hogy érzékszervekhez kötött. És az érzékszerveink fontosak, de hogyha azokat a tartalmakat, amiket az érzékszervek által fölfogunk, és itt nagyon érdekes, hogy a buddhista felfogás szerint az értelmünk, az agyunk is egy érzékszerv, ami ott kialakul, az lesz a tapasztalatunk, és aztán ehhez viszonyulunk nagyon sokféleképpen. És ebben a rendszerben már is megjelenik mindaz, amit szenvedésnek, boldogságnak, szomorúságnak, örömnek nevezünk. Szemnyitó szertartást csináltunk nem régen, és ezt sokféleképpen élhetjük meg, sokféleképpen nézhetjük. Lehet egy ilyen kicsit ezoterikus, vallásos megközelítéssel nézni, hogy kinyitjuk az oltárt, összekapcsoljuk a transzcendens világot, az eget, az immanens világgal, a földdel. Behozzunk valami olyan minőséget ide a gyakorló térbe, ami több, mint ez a kis nézőpontunk, ez a kis érzékszervekbe bezárt létezésünk, amit megszoktunk. Lehet ezt így értelmezni, és hogyha így éled meg, nem gond. De aztán lehet még egy lépést tenni ebből a vallásos hozzáállásból, és akkor fölismerheted, hogy az a legfontosabb, hogy ez a szem, ez a látás, ez benned nyíljon meg. Mert itt lehet ez a gyönyörű szép oltár, és itt lehet ez a nagyon szép dharmaterem. De ha nem jössz ide gyakorolni, akkor semmit nem ér. Akkor ezek itt ilyen tárgyak. Ha viszont te ide jössz, és ez a az oltár és ez a terem segít neked abban, hogy ez a szem benned kinyíljon, hogy a tiszta látás benned megvalósuljon, akkor az egésznek volt értelme. Akkor az egésznek volt irányvétele. És hogyha most már szemnyitásról és felébredésről beszélünk, ami egy kulcsfogalom minden ilyen hagyományban, a zenben mindenképpen, fölmerülhet a kérdés, hogy mit értünk ez alatt. Miből kell fölébredni? Mire kell fölébredni? És én ezeket nem akarom megválaszolni, ezeket a kérdéseket. Ezek jobb, ha kérdések maradnak. Viszont van egy nagyon fontos mondat, egy kulcsmondat az Avatamsaka szutrából, amit sokat hallhatsz, ha dharma beszédeket nézel. Ha meg akarod érteni a múlt, a jelen és a jövő összes buddháját, akkor fogd föl a világegyetemet úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez az alapmondata az egész gyakorlásunknak. Ez egy olyan alapmondat, amit így elsőre megérthetsz, ilyen fogalmi szinten, még akár filozófiai szinten is, de talán nem túlzás azt mondani, hogy egy egész élet gyakorlata kell ahhoz, hogy ezt elmélyítsd magadba. Vagy egyetlen pillanat is elég. Nagyon fontos, hogy ez a pont, és a tudatáltali teremtés is nem egy abstrakció. Nem arról szól, hogy akkor van-e a világ, vagy csak én teremtem, mint ahogy van egy ilyen filozófiai irányzat, amit úgy hívnak, hogy szolipszizmus, solum ipse, csak én. Ezzel el lehet absztrakt gondolattal játszani, hogy hát lehet, hogy ti nem is vagytok itt, csak én képzelem az egészet. És végül is gondolkodással nem tud bebizonyítani, hogy ez így van-e, vagy nem, vagy bármelyik őtök. Lehet, hogy az Attila képzeli az egészet, és most ezt is ő képzeli, hogy így mondom.
esetleg ebből ki lehetne hozni engem azzal, hogy megütne valaki, és akkor fájna, és elgondolkodnék rajta, hú, ezt is én teremtettem. Szóval ez nem egy ilyen absztrakt pont, de még csak olyan se, hogy akkor elég erősen gondolok valamire, és akkor manifestálom, akkor létrehozom. Még csak nem is ez, hanem az egy nagyon fontos pont, hogy lásd meg azt, hogy minden tapasztalat, minden élmény, minden megélés, minden, az egész világ a tudatodban jelenik meg. Ott van ez a tapasztaló tér, ott van ez, ami benned lát, ami hall, ami tapint, ami ízlel, ami szagol, ami gondolkodik, ami érzéseket érez, él meg. De ez mind annak a tudatnak a terében történik. Nem kívül, de nem is belül, hanem ebben a tudati térben. És ez a tapasztalat, ami ott megjelenik, egy látvány, azt utána már fölcímkézzük, hogy szép, hogy jó. Például most ez a látvány, hogy itt ülünk, van szép oltár, fölavattuk, élénk szemek, dharmáról beszélgetünk. Erre az élményre nagyon hamar rámondhatjuk, hogy jó, most itt jó. Én most itt jól érzem magam például. De hogyha mondjuk valaki megütne, vagy Attila ide jönne és lekeverne nekem egy pofont, akkor azt mondanám, hogy fú, rossz, fáj. Jaj, ne! Rossz a világ! Vagy jó a világ! Ilyen a világ, olyan, helyes a világ, ezt így helyes csinálni. Ha nem így csinálnak, az helytelen lenne. Mind ez a megcímkézés itt van belül. Itt van ebben a tudati térben. Úgyhogy, ha ezt a tudati teret kitágítod, akkor nagyon sok minden belefér ebbe. Akkor ez a tudati teremtés, az, hogy te a világhoz hogy kapcsolódsz, nagyon tág lesz. És az, ami problémánk, de nem is problémának nevezném, inkább kihívásnak, hogy ez a rendszer, amiben élünk, az érzékszerveinkkel, az agyunkkal, azzal, hogy egy bizonyos módon viszonyul ez az agy a világhoz, egy nézőpontból tapasztal mindent, ezt hívhatjuk énségnek. Ez olyan, mintha egy adott szemüveget hordanánk, és akkor mondjuk ez színes lenne, és akkor minden pirosnak látsz. Vagy kék lenne, mindent kéknek látsz. Tehát van, ahogy ez a szó is mutatja, nézőpont. Én innen nézem a világot, és akkor látlak titeket. Ti onnan nézitek, és akkor engem láttok. És akkor ebből előjön az, hogy hát én nem vagyok ti nem vagyok én. Ezt is megcímkézi a tudat. De ez is ebben a tapasztalati térben történik. Hogy azt mondjuk, hogy ti mások vagytok, mint én. Ránézel a melletted lévőre, ő is más. És ő is más. Viszont, hogyha kitisztítod ezt a tudati teret, és csak látsz, ahogy Attilától hallhattad, akkor ez nincs. Se az, hogy vagy te, se az, hogy vagyok én. Nem tudjuk igazából, hogy mi van, mert ha már megcímkézed, az már egy nézőpont. Úgyhogy hajlamosak vagyunk úgy élni, ilyen az alapbeállítottságunk, hogy mondjuk van a hullám, és akkor a hullám elkezdi magáról azt gondolni, hogy ő a hullám. És akkor megy, jön a part. Jaj, ne! Kifut a hullám, eltűnik. És akkor a hullám gondolhatja, hogy ő meghalt. Sőt, akkor elkezdhet gondolkozni, hogy jaj, part, jaj, ez miért ilyen elhagyatott sziklás parton kell eltűnnöm? Miért nem Miami-ba egy szép strandon? A hullám nagyon sok mindent gondolhatna magáról, hogyha gondolkodna. De valójában a hullámot is csak mi hozzuk létre. Mert ha megnézed távolról, akkor ott a nagy víz, vannak rajta ilyen fodrok, de valójában a hullám az nem más, mint a tenger. A tenger nem különíti el, hogy most akkor hullám, nem hullám. Ha csak a hullámot nézed, a hullám megjelenik, meg eltűnik. Tehát mondhatod azt, hogy a hullám megszületett, meg meghalt.
De valójában tudjuk a tenger esetében, hogy a hullám nem hal meg, meg nem is születik meg, mert az a tenger, vagy a Balaton. Ugyanúgy, hogyha elképzelsz egy fát, és mondjuk 4 évszak van, akkor fa télen az teljesen kopasz, aztán jönnek a rügyek, virágok, jönnek a levelek, aztán ahogy jön a nyár, akkor egy-egy levél lehullik, aztán sok levél lehull ősszel, megint kopasz lesz, és így megy körbe és körbe. Most a levél, meg a virág, meg a fa, az azonos vagy különböző? A levél az valami különálló dolog, mint a fa? Vagy a fának a része? És amikor lehullik, akkor a levél meghal? Vagy a fa hal meg? Megint csak a gondolkodásunk fölcímkézi, hogy ez a levél, ez a fa, ez a virág, és ez változik. És akkor azt mondjuk, hogy a levél különböző, a fa különböző. Ha ránézel, akkor egy egész. És néha egy-egy levél lehullik, jön egy új virág, és megy újra, és újra, és újra ez az egész. Aztán a fa is meghal, eltűnik, de jön újabb fa. És akkor mi halt meg, meg mi él tovább? Ahogyan ezekben az esetekben a tengernél, meg a fánál is, valójában a mi gondolkodásunk címkézi föl ezt egy ilyen folyton múló, meg folyton létrejövő valaminek, amikor valójában csak létezés van. Ha ezt belsővé tesszük, ha ezt egy kicsit elgondolkodunk ezekről az analógiáról, ha ezt egy picit átdolgozzuk a magunk számára, akkor a mi magunk esetében látjuk ezt? Hogy amikor megjelenik egy ember, vagy amikor eltűnik egy ember, amikor megszületünk, amikor meghalunk, amikor öregszünk, amikor változunk, amikor betegek leszünk, amikor meggyógyulunk, az mi? Mi változik? Mi születik meg? Mi tűnik el? Úgy gondolod, hogy egy ilyen zárvány vagy a világban, ami egyszer tűnt elő, és aztán egyszer eltűnik a semmibe? Vagy valami több is vagy, valami más is vagy, mint ez a kis bezártság ebbe a testbe, ezekbe az érzékszervekbe, ebbe a gondolatvilágba. Úgyhogy ha nem hozod létre ezeket a innen jövő különbségeket, hanem megmaradsz ebbe a nagyon tiszta pontba, amit az ütés is szolgál, hogy ez meglegyen, akkor ez a tudati tér, amiben mindent tapasztalsz, nagyon-nagyon tiszta tud lenni. És hogyha ezt fönn tudod tartani, akkor már is túl vagy életen és halálon, ahogy a hagyomány mondja. És ez a pont, ami túl van életen és halálon, ez nem különleges. Ez nem misztikus. Ez nagyon is egyszerű. Csak tudod-e ezt az egyszerűséget tapasztalni? Na ezért érdemes nap mint nap leülni erre az ülőpárnára, és végezni a gyakorlatot, hogy ne vigyen el az a sok minden, ami történik a világban. Legyen meg egy nagyon erős középpontod. Legyen meg annak a tapasztalata, hogy nem csak a hullám vagy, hanem a tenger is. Nem csak egy levél vagy, hanem a fa is. Nem csak egy fa vagy, hanem a bolygó. Nem csak egy bolygó, hanem maga a létezés. De még ezeket a szavakat is tedd félre. És lásd, hogy a padló barna, és itt ülünk egymással szembe, és eljött a kérdések ideje. Hogy Attila említette a látást, te pedig elég sokat beszéltél tudatáltali teremtettségről, és ezt fölhozta bennem, hogy nemrég egy zacskó chipsben megláttam a kollektív tudatalattinak a minőségét, és vele együtt a sajátomat is. Ezt kifejthettem röviden? Mi a kérdésed?
Kifejthetem? Fejtsd ki. Köszönöm. Amikor gyerek voltam, volt a chips, és a zacskó mondjuk háromnegyedig volt. Aztán ahogy telt múlt az idő, a zacskó maradt ugyanakkora, de fogyott belőle a cucc. Ugye ezt tudjuk, hogy a csomagolás az mindig olcsóbb, mint maga a termék, és szinte látom, hogy hogyan indult ez a folyamat. De a lényeg az, hogy ez egy illúzió, ez egy becsapás. Tehát, hogy valamit láttatni akar maga a termék, de a tartalom, ami benne van, az kevesebb, csak ugye azt tartja fenn az illúziót, hogy nem látunk bele az acskóba. És megnéztem magamon belül, hogy működtetem-e ezt, és megláttam ebben, hogy ez bennem is megvan, hogy esetleg saját magamnak szeretnék mást mutatni, vagy többet mutatni valamiben, vagy más embereknek is. És a kérdésem az lenne, hogy ha én ezt meglátom, hogyan lehetséges a leválasztódás kívül és belül? Tehát akkor, ha jól értem, az a kérdés, hogy a hamis önképekkel mit kezdjünk? Az önmagunkról alkotott illúziókkal hogyan dolgozzunk? Nagyon jó kérdés. Hát ez a gyakorlatnak az egyik lényege, hogy az, ahogyan működünk, az természetszerűleg olyan, hogy jársz-kelsz a világba, és lesz a többi emberről is egy elképzelésed, lesz a világról is, meg magadról is. Tehát ez a természetes működés. Úgyhogy ne ostorozd magad azért, mert ez így van. Az már egy tök jó dolog, hogy tovább akarsz lépni, finomítani akarod ezt. És a gyakorlat lényege az, hogy megpróbálunk legalább abban a 30 percben, 60 percben, 50 percben, 40 percben, amíg ülünk, formális gyakorlatot végzünk, ezeket a folyamatokat félretenni. Vagy legalábbis olyan állapotba hozni magunkat, hogy ne kontrolláljon minket. A folyamatos véleményalkotás. El szokott hangozni ez úgy tanításba, hogy ne hozz létre semmit. Nehéz. Ez nagyon-nagyon nehéz. Mert általában létrehozunk valamit. Tehát neked is van például rólam most biztos valami elképzelésed, nekem is van rólad, ez nagy valószínűség szerint tartalmaz igaz elemeket, de tartalmaz olyan elemeket is, hogy de semmi köze nincs a valósághoz. Úgyhogy ezért van az, hogy meg kell próbálni legalább a gyakorlat ideje alatt benne maradni abban, hogy csak látod a barna padlót, csak látod, hogy a fal fehér, csak látod, hogy itt ülünk és beszélgetünk. Ezt minél többet gyakorolni. És akkor minél inkább megvan ez a középpont, tudod, mint ahogy vannak ezek a kejfeljancsik, hogy alul van a súlypontja, és akkor ellököd, akkor visszaáll. Koreában csináltak bódhi darmából ilyen kejfeljancsit, direkt ilyen darma játékszer, ezzel emlékeztetik magukat arra, hogy ugye van ez a játékszer, ellököd, rögtön föláll. És egy kis kilengéssel újra föláll egyenesbe. Gyakorlattal ezt lehet elérni, hogy megvan a tanti ennek ez a szilárd tapasztalata, hogy beszívod a levegőt, kifújod. És itt van lenne a fókusz, hogy bármikor, ami kimozdítaná tudatodat, mondjuk például ott van egy ember, és mond neked valami csúnyát, vagy csak szimplán nem szimpatikus, vagy nyugtalanít, te együtt kell vele működjél, akkor rögtön belehelyezed magad ebbe a helyzetbe, hogy jó, tantien fókusz, ott vagyok, és csak látom őt. És nem zsebre teszem ezeket az elképzeléseket, amiket gondolok róla. És ugyanezt meg kell tudni csinálni saját magunkkal is. Tehát amikor ott van az önkép, és az önkép téged nyomaszt, vagy azért, mert azt gondolod magadról, hogy egy értéktelen ember vagy, vagy azért, mert azt gondolod magadról, hogy te vagy az Isten király, és
mindent meg tudsz oldani, és úgy érzed, hogy szenvedsz, mert ez nem találkozik a valósággal, akkor ott is vissza kell tudni térni ebbe az állapotba. Itt most a Dharma beszéden ezt az ütéssel szimbolizáljuk, de valójában a gyakorlat által ez a középpont. Nyugodtan szemlélheted ezt úgy, amikor bármi nyugtalanít magaddal szembe, vagy az önképeddel kapcsolatban, az olyan, mint amikor ezt a Kejfej Jancsit ellöki valami. És akkor, ha eleget gyakoroltál, akkor ténylegesen Kejfej Jancsi és visszaáll. Visszaáll a középpontba. Ha nem, akkor eldőlt valamelyik irányba, és akkor ott marad. És akkor szenvedünk. Mert beleragadsz valamilyen állapotba. Úgyhogy az a cél, hogy eljuttasd magad abba a helyzetbe, hogy rugalmas legyél. Hozzáállásban rugalmas legyél. Ezt lehet úgy is megfogalmazni, hogy ha létrehoztál valamit, már pedig létrehozunk valamit, akkor ahhoz ne ragaszkodj. Tehát tudd a Dharma beszéd alatt mondjuk a botot megfogni, és csinálni vele valamit, aztán pedig letenni, amikor nincs szükség. Ha telefonra van szükség, akkor azt tud megfogni, és aztán tud letenni. Tárgyakkal ez egyszerű, belső gondolatainkkal nehéz. Úgyhogy gyakorlás, 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 formálisan, és aztán a formális gyakorlatot is érdemes kivinni, úgy, ahogyan azt a hagyomány mondja, hogy ülve, állva, fekve, járva, beszédben, csöndben, éberen, álomban, mindig és mindenkor mi ez? Ha ezzel a szemlélettel vagy, és mindannyiunk ezzel van, hogy sétálsz, és akkor is minden pillanatban nem hagyod, hogy elvigyenek a gondolataid, hanem visszatérsz ide, és megkérdezed magadba, hogy mi ez? Vagy ha már gyakoroltál eleget, és nem szükséges a verbális kérdés, akkor már a levegővétele ott vagy ebbe a tapasztaló állapotba, akkor nem leszel a rabja annak, amit ez kitalál. És én ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez mindig feltétlenül rossz, a gondolkodás. A gondolkodás olyan, amilyen. Csak nem mindegy, hogy te a lovon ülsz, és irányítod, vagy már adott esetben a ló annyira jól nevelt, hogy tudja, hogy merre menjen, és hogy vigyen haza, és neked már nem kell semmit csinálni. Vagy nagyon kell tartanod a lovat, mert még zabolátlan, vagy esetleg a ló mögé vagy kötve, tudod úgy, mint ahogy régen a középkori kivégzések voltak, hogy oda kötötték a ló után a kivégzendőt, rájuk ütöttek, és akkor ráncigálták a földön maguk után a szerencsétlen delikvenst. Ugye sokszor így vagyunk azzal, amit itt létrehozunk, akár magunkkal kapcsolatban, hogy ott megy a ló, mi utána vagyunk kötve, és úgy érzed, hogy nincs menekvés. Abból a képből, amit gondolsz. Magadról, vagy a világról. Úgyhogy ebbe a helyzetbe hozzuk magunkat a gyakorlat által. Ez sok munka. Tehát itt most nem akarok zsákba macskát árulni. Hát minimum, ugye mondjuk egy kezdeti fázis, mondjuk úgy 6 hónap, de Sung San Zen mester rendszeresen azt mondta, hogy valamit úgy ezen a zen úton el akarsz érni, valamit meg akarsz tapasztalni, akkor legalább 3 évig gyakorolj nagyon-nagyon-nagyon szigorú ki elszántsággal és rendszerességgel. És aztán persze utána is, csak azért mondunk ilyen belátható időpontot, mert ez még olyan, hogy jó sok, de azért belátható, és hogyha 3 évig te tényleg komolyan gyakorolsz, akkor már utána is fogod csinálni tovább. Viszont elején ez jó sok nehézség és jó sok tapasztalás. De elérhető az, ez a jó hír, hogy te ne a ló mögé legyél kötve, hanem azt meglovagold. És a ló hazavigyen. Úgyhogy közben másoknak is jó ez. Ez nem tudom, hogy válasz volt-e a kérdésedre. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én arról kérdeznélek, hogy mi történt az oltárnál, mit szimbolizál a bab, a piros festék, tehát sok mindent nem láttunk, énekeltünk, meg el is takartad, és kíváncsi lennék, igen, hogy mi történt az oltárnál. Igen. Az oltárra avató szertartásnak vannak hagyományos elemei,
ezeket megtartottuk mi is itt Magyarországon. És hát ugye ez úgy kezdődik, hogy van egy marék bab, és azt az oltár bal és jobb oldalára kell dobni. És hát ennek a koreai kultúrán belül valószínűleg ilyen démonűző hatása volt, de mindenféleképpen egy ilyen tisztító gesztus. Meg ugye azzal, hogy utána össze kell szedni, szépen tisztítod a darmatermet, és rájössz azzal, hogy esetleg még egy sarokba találsz 2-3 nap múlva is egy babot, hogy jé, van itt ez a sarok, és vannak itt ezek a porcicák. Hát ezt máskor is takarítani kell, úgyhogy ennek van egy ilyen nevelő funkciója is, hogy a legjobban úgy győzöd a démonokat a darma terem, vagy rendszeresen takarítod. Ez az egyik dolog. Utána hát ez a szalag lekerült a Buddha szeméről, ami hát egyszerűen ezt a felnyitást szimbolizálja, és a végén pedig a maga a nyitó gesztus, amivel egy ilyen információt megjelenítünk az oltár előtt, az az, hogy egy piros festékbe mártott ecsettel az Óm szimbólumát rajzoljuk fel az oltár elé. És a piros festéknek az a jelentősége, hogy ugye az élet színe, az a tűz, amit az oltárhoz odarakunk. Ezzel kapcsoljuk be az életbe ezt a tárgyat. Úgyhogy ennek van egy ilyen szimbolikája. Ha megnézed a koreai oltárképeket, ami az oltár mögött van, annak is általában van egy ilyen piros árnyalata. Az is ez az élet, ez a rajasz, a tűz, ami itt olyan fontos a számunkra, ez az energia, ebből élünk. Úgyhogy ezek mind szimbólumok, szintén a szimbólumok olyanok, amik a tudatállítali teremtéstől nem mentesek, úgyhogy ha van számunkra értelme, akkor nagyon jó. És a hagyomány azért jó, mert ezt már nagyon-nagyon sok ideje csinálják, és így csinálják. És nagyon jó úgy lenni, hogy a múlt, jelen és jövő összeér. Tehát nem mindig valami teljesen újat akarunk, és teljesen új forradalom, és a többi, hanem egy hagyomány szerint gyakorlunk. Aminek persze lehet racionalizálása, lehet modernizálni, csak mindig úgy, hogy a lényeg ne vesszen ki belőle, viszont az az erő így minket is segít, amit ebbe az előző generáció, Sung San Zen mester, akkor előtte lévő generáció, Kobong Zen mester, előtte Mangong, előtte Kyung Ho, meg még az összes rengeteg mester, és nem csak mester, hanem tanítvány, akiknek a nevét se tudjuk, ebbe beletettek. Ebben már nagyon-nagyon sok energiát tettek emberek. És valószínűleg a buddhizmus előtt is. Mert a buddhizmus, mint forma létezik 2500 éve mondjuk. De előtte is volt valami. Előtte is voltak emberek, és keresték azt a tiszta pontot, amit most mi is keresünk. És jó ehhez kapcsolódni. Úgyhogy ezért továbbra is megtartjuk ezeket a gesztusokat, ezt a rituálét, mert a rituálé egyébként fontos, a szertartás fontos. Különösen a mai világban, amikor nagyon sok szertartásból kiábrándultunk, nagyon sok formához nem tudunk kapcsolódni. Én abban reménykedek, hogy ez a forma, amit ez a hagyomány nyújt, ez olyan, amihez tudtok ti is kapcsolódni, és akkor ez erőforrás lehet. Mert jó esetben egy szertartás, egy rituálé, egy forma, erőforrás segít minket az útunkon. Ehhez az kell, hogy kellő nyitottsággal részt vegyél benne, és tapasztald. És hogyha tapasztalod, és nem fölcímkézed, akkor már a helyére is ment. Azt nem tudom, hogy ebbe a hagyományban van-e ilyen tanítás, de hallottam valahol, és nagyon tetszett nekem ez az új szekér. És van ilyen kifejezés ebben a hagyományban? Szerintem tudom, hogy van a kis szekér, nagy szekér, ha jól emlékszem, új szekér,
És hogy például itt ez most egy új gyakorló közösség, most alakult nemrég, most indul, most már be van kapcsolva a Buddha. Gondolhatom, a hihetem-e én azt, hogy nekem ez az új szekér. Hát te most már föl is szálltál arra az új szekérre. Csak győzünk utolérni. Szekér egyébként egy klasszikus analógia a buddhizmuson belül. Úgyhogy ez a Hinayana, Mahayana, meg az összes ilyen jána, ezt szokták úttal is fordítani, de szoktak szekerekről is beszélni, és a szutrákban is van többször ilyen hasonlat. Úgyhogy ha neked segít ez a hasonlat, akkor nyugodtan használd, csak ne ragaszkodj hozzá. Ennyi a kérésem. És az út az legyen tiszta, az irányvétel legyen tiszta, hogy érd el a felébredést, és segíts minden lénynek. Ez ugyanannak az érmének a két oldala. És a legjobb együtt művelni, persze, hogyha te nagyon rosszul vagy, akkor nem tudsz jól segíteni. Úgyhogy ezért csináljuk azt, hogy jövünk és gyakorlunk. És ez nem önzés. Tehát nem önzés leülni nap mint nap. Nem önzés a napodból erre időt szánni. Mert kell ez a szemlélődés. Kell ez az energia, amit az éberségbe teszel, hogy az éberséged ott legyen. Hogy az a szekér az menjen, és ne csak így lefittyedve, vagy egy árokba beborulva legyen ott az út szélén. És aztán, hogyha megy a szekér, és van energiád, és jelen vagy a világba és az életbe, akkor segíthetsz másoknak, úgy, ahogy azt a helyzet megkívánja. Csak nagyon fontos, hogy ez a két pillér mindig ott legyen. Mert hogyha nincs ott a mások, akkor ilyen önmegváltási hobortá lesz az egész, meg egoizmussá. És oly sokszor láthatjuk ezt egyébként, hogy emberek gyakorolnak valami spirituális utat, és valójában az lesz belőle, hogy én. Hogy én mekkora tapasztalásom volt. Én mekkora élményt éltem át. És sokszor hallhattok ilyet, aki egyedül gyakorol. Hogy jön, és akkor azt mondja, hogy hát én most hagyd mondjam el a megélésemet, hogy én meditáltam, és akkor a fényélmény jött, és megmozdultak a padlón a formák, és akkor ezt éltem meg azt éltem meg. Ó, és akkor ugye érzed, ahogy mondja, hogy milyen büszke rá, hogy ott úgy mi történt. Na, akkor valószínűleg félrement valami. És akkor nem tudod kivinni. Viszont ha csak az van, hogy kívül csinálsz mindent, és aktivista vagy, és egy pillanatra se állsz meg, és nem reflektálsz magadra, meg a világra, és nem szemlélődsz, akkor abból meg valamilyen forradalom lesz, vagy valamilyen világ megváltó mozgalom, ami attól függő, hogy mennyire erős vagy, lehet, hogy csak egy kis szekta, de az is lehet, hogy valamilyen nagy diktatórikus rendszer, ami hát sokkal több szenvedést termel, mint amit megold. Úgyhogy ezért nagyon fontos ez, hogy ez a kettő együtt legyen. És akkor ez, ha már a szekérbe gondolkodunk, akkor ennek a nagyszerű régi új szekérnek a két kereke. Mind a két kerékkel. Meg persze a lovag, de hát az adja magát a gyakorlat, hogy érd el a felébredést, segíts minden lénynek. Úgyhogy én azt kívánom neked, hogy ezen a szekéren haladj tovább. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. És mi lehet annak a hátterében, amikor az ember otthon gyakorol, teljesen szépen, nyugodtan, hát nyugodtan nem, de azért így végig tudja ülni ezeket az 50 perceket, leborulgat, énekelget, és minden megy időzősen flottul, és amint elmegy egy elvonulásra, előjönnek a fájdalmak, beindul a death metal, és iszonyat zúzás megy, és semmit nem tud elviselni maga körül, hogy itt érdemes lenne sokkal inkább a társasági dolgokra belemenni, hogy ott van valami gebasz a karmában, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, de igen, egyszerűen csak annyi, hogy egyedül megy otthon, társaságban baj van. Nagyszerű kérdés. Hát a csoport az mindig más.
a csoporthatás az mindig teljesen más, mint amit otthon megszoksz. Van, akinél fordítva van, hogy otthon nem megy a gyakorlás, és csoportba megy. Lehet, hogy van egy kis remete karmád, de sem, igazából nem kell vele foglalkozni túlságosan. Ugye el lehet követni azt a hibát az úton, mivel hogy ugye keressük a fölébredést, és szeretnénk megérteni dolgokat, hogy nagyon elkezdünk analizálni. Hogy most akkor ez miért van így, meg az miért van így, és ez egy bizonyos szintig nem baj, csak bele lehet ragadni. A legjobb az, hogy én ezt azt szorgalmaznám, hogy csak csináld a gyakorlatot. Tehát ugye minél inkább elkezdesz azon vívódni, hogy akkor most nekem a kapcsolati karmám milyen lehet, hogy a csoportban nem megy, annál inkább elkezded ezt a létrehozol valamit, aztán ahhoz ragaszkodsz, aztán abba belebonyolódsz, és akkor már kész is van ez az egyfajta nézőpont, pont az, amit a gyakorlat által meghaladni szeretnénk. Úgyhogy alapesetben, amikor otthon vagy, akkor egy nyugodt környezetbe, egy megszokott környezetbe vagy, valószínűleg egy kellemes környezetben, amit te hoztál magadnak létre, és ez eleve egy nyugtató hatással bír. És hogyha tényleg nem az a fajta karmád van, akinek kell mindenképpen az, hogy mellette legyenek mások, akkor ez ilyen könnyed, lenyugtató helyzet lehet. Amikor viszont elmész csoportba, akkor egyrészt fizikálisan érzed a többi embert, de azért belekerül a térbe az a sok gondolkodás, az a sok kisugárzás. Ez most ilyen misztikusnak hangozhat, de ha eleget gyakorolsz szangába, meg elvonuláson, akkor az tapasztalati szinten megvan, hogy beülsz két ember közé, érzed magad valahogy. Beülsz másik két ember közé, teljesen más. És nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Mert én nem annyira szoktam ezeket az ilyen ezó magyarázatokat elhinni, de tényleg ez van. Tehát ez tapasztalat. És nagyon más beülni x év óta gyakorló ember mellé, pláne ha az jól csinálja. Emlékszem, amikor én elkezdtem a templomba járni, hát voltak ott nagyon komolyan, nagyon sok év óta gyakorló emberek, kis újoncként beültem, és nagyon jó volt, amikor, hát ugye általában úgy volt a klasszikus elrendezés, hogy a kezdők ülnek valahol, és aztán a másik végén a egyre szeniorabbak. Koreában is így van. Most már ezen egy picit változtattunk. És akkor volt egy olyan, hogy ültem a kezdők között, és átkerültem valami átültetés miatt két ilyen nagyon tapasztalt évek óta gyakorló ember közé, akik jól is ültek. Tehát tényleg ilyen mozdulatlanul, és úgy érezhetően csinálták a gyakorlatot, az a néhány meditáció, sose felejtem el, ilyen, így ültem én is, így magamról csodálkoztam, hogy én hallottam itt most az előző néhány ülésben, most mi van? Tehát ott van ez a hatás. Ott vagy te is, meg ott van a többi ember is. És ezért válik egy érdekes tapasztalattá a közös gyakorlás, mert egyrészt figyelned kell magadra, ez egy motiváló erő is lehet, hogy te mit viszel oda be a térbe. Azt viszed be, hogy ott van ez az erős szándék, hogy gyakorolsz, és csinálod rendesen. Tehát egy régi analógiával élve, amit anno egy kedves zen tanítóm mondott, hogy ha bemész a dharmateremben, nem csinálod a gyakorlatot úgy rendesen, ahogyan azt megtanultad, az olyan, mintha lemennél a konditerembe, megcsinálnád a fehérje koktélt, odaülnél a gépekhez, és aztán így néznéd, meg beszélgetnél, és nem csinálnád a mozdulatokat. Tehát, hogyha tényleg bemész a konditerembe, és tényleg csinálod, vagy bemész a dharmaterembe, és tényleg csinálod, akkor te ezt viszed oda. És azzal, hogy te csinálod, magadnak is segítesz, és a többieknek is. Úgyhogy a forma, a nem mozgás, a helyesen végzett ülés, ez olyan, hogy ha mindenki csinálja, akkor tényleg ez a szekér elindul. Ha nem, akkor döcögni fog. És ezt tapasztalhatod,
hogy elmész az egyik elvonulásra, az ilyen, elmész a másik elvonulásra, az meg amolyan, és vannak nagy különbségek. Van egy haladó csoport, mindenki nagyon csinálja. Van egy kezdő csoport, de olyan is van, hogy kezdő csoport és haladó csoport, mindegyikről van tapasztalatom. Nem tudod előre, hogy mi történik, viszont egy nagyon fontos, hogyha tényleg őszintén csinálod ezt a csak nem tudom, és csak figyelem, észlelem, mindegyikből óriási tapasztalatot, tanulást lehet véghez vinni. Az, hogy megtapasztalod, hogy ezen az elvonuláson ilyen volt, amellett az ember mellett ilyen volt, emellett amolyan, de valójában a jó zen tanítványnak mindig és mindenkor kell tudni gyakorolni. Ugyanis a tapasztalat, ami éppen benned van, a jelenségek, az érzések, a hozzáállás, az, hogy éber vagy, vagy fáradt vagy, mind ez használható a gyakorláshoz. Tehát a gyakorlás semmi más, mint hogy jelen vagy. Hogy cél és vágyak és elképzelések és reménykedések nélkül csak tisztán jelen vagy, létezel. És ebben úgy vagy, hogy amikor kellemes, akkor oké, amikor nem kellemes, az is oké. És ez a nehezebb, hogy amikor szétesett vagy, fáradt vagy, te belül kaotikus vagy, vagy a melletted ülő kaotikusak, azzal hogy tudsz gyakorolni? Mert ugye akkor az a valóság. Az nem valami olyan, hogy akkor az kuka. Nagyon sokszor gondoljuk ezt, hogy most hazamegyek, fáradt vagyok, egész nap dolgoztam, és csak akkor lefekszek, vagy a kanapéra így le. Az is jelenlét. Akkor is ott vagy. Az nem más, mint amikor így csinálsz. És akkor a fáradtsággal lehet gyakorolni. A fáradtsághoz vissza a jelen pillanatba. Ugyanez, ha beteg vagy. Náthát elkapja az ember, pláne a férfi, akkor ugye nem tudsz kikelni az ágyból, nők ki tudnak, de ugye nekük egy kicsit ez nehezebben megy. És akkor is, hogyha nem kapsz levegőt, vagy nem érzed az ízeket, vagy folyton fújod az orrod, vagy köhögsz, akkor az a jelen pillanat. Na, és akkor abba ott tudsz-e lenni. Na, az milyen megélés? Az olyan megvilágosodás, hogy... Az ilyen megvilágosodás. Amikor meg a szép tájba sétálsz kint, az meg olyan. Úgyhogy mindig és mindenkor az a tapasztalat az segít téged. Úgyhogy én ide raknám a hangsúlyt, és ez mindig megtart. Ha valamit vársz a gyakorlattól, abba csalódni fogsz. Ugyanez például az ilyen mondjuk mantrázás, vagy valami nagy cél, hogy mondjuk én gyógyuljak meg a gyakorlat által, vagy érjek el valamit, vagy éljek 120 évig, és ezért mondom a kvanszembószát. Biztos, hogy csalódni fogok. Mert volt egy elképzelésem, és lehet, hogy megdöglök 50 évesen, és hiába mondtam a kvanszembószát. Szóval arra kell figyelni, hogy a gyakorlat az tényleg ez a legmélyebb rétege legyen, hogy mi ez. Ki vagyok én? Mi ez a világ? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon mély vagy magas szint. Azt szoktam tapasztalni, hogy nagyon sokaknak ez absztrakt, vagy nehezen megfogható, és akkor inkább sokan megmaradnak azon a szinten, hogy jó, de hagyj legyenek jók a körülményeim inkább, akkor inkább azért gyakorlok. Holott ugye az egész dolognak a gyökeréig kell menni. Tehát a zen az egy olyan gyakorlat, hogy nem ha már a fánál voltunk, nem az ágaknál kezdi el gyógyítani a fát, vagy a leveleknél, hanem a gyökerénél. Hogy ha látjuk, hogy szárad a fa, akkor nézzük meg, hogy mi van a gyökerével. Hogy honnan ered a probléma. Vagy ugyanúgy, hogyha mondjuk van egy víztározó tó, és látod, hogy piszkos a vize, vagy mérgezett, akkor nem kezdjük el ki szedni ott a tóból a habot,
hanem először elindulunk fölfele a forrás felé, és megnézzük, hogy hol került bele a méreg. És aztán utána tisztítjuk ki a többit. Úgyhogy én ezt a legmélyebb rétegét kívánom, hogy legyen meg a gyakorlatodban mindig, és akkor független attól, hogy hol vagy, otthon, templomba, az utcán sétálsz, a gyakorlatot mindig tudod végezni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Az otthoni gyakorlással kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy fontos a sorrend, mondjuk például leborulás, vagy meditáció, vagy hogyha mondjuk például nincs mindenre idő, akkor mondjuk nálam a leborulás az, amit úgy mondjuk minden nap kivitelezni tudok. A meditációt azt nem mindig, vagy mondjuk lehet, hogy csak 15 perc, vagy ilyesmi, de hogy így fontos-e az, hogy melyik miután következik, vagy ahogy esik, úgy puffan. Hát azért, ahogy esik, úgy puffan, az ne legyen, de a legfontosabb az, hogy gyakorolj. És a legfontosabb az, hogy rendszeresen gyakorolj. Ez különösen, amikor elkezded a gyakorlatot, és még tanulod, akkor nagyon fontos. Mert rá kell szoktatnod magad arra, hogy ez menjen. És kihasználjuk az emberi szervezetet, hát mi úgy működünk, hogy a test meg az agy is, amit rendszeresen csinál és megszokottan csinál, hogy azt elsajátítja, és aztán utána ilyen feltételes reflexé válik már, hogy akkor tudod, hogy ebbe az időben leülsz, és így csinálod, és akkor menni fog a gyakorlat. Tehát, hogyha nagyon sokszor nagyon változatos dolgokat csinálsz, akkor egyiket sem szokod meg, és tanulod meg igazán. Tehát a rendszerességnek itt van értelme. Tehát például nagyon jó kijelölni egy fix időpontot a gyakorlatra a nap folyamán. Ez lehet mondjuk dolgozó emberként klasszikusan a reggel, kora reggel, hogy mondjuk fölkelsz hamarabb, vagy az este. Ha meg olyan a munkabeosztásod, hogy bármikor napközben megoldhatod, akkor napközben is lehet. Csak a lényeg az, hogy mondjuk, ha ki tudod mondani, hogy igen, neked a reggel 6 óra mindig jó, mert akkor föl tudsz kelni 5:50-kor, 6-tól gyakorolsz, 6:30-ig gyakorolsz, és akkor utána megcsinálod a reggelit és mész dolgozni. Az jó, mert akkor már a tested fogja tudni mindig, hogy aha, 6 óra, meditálok. És ez egy extra segítség. Egyébként, hogy mely elemeket és milyen sorrendben csinálsz, majdnem, hogy mindegy. Egy jó bevált sorrend az, hogy mondjuk egy reggeli gyakorlatnál, hogy fölkelsz, megcsinálsz néhány leborulást, elég hármat is, tehát nem teljesítménytúra, nem a szám a lényeg. Ha 3 leborulást csinálsz meg, de azt őszintén, és megfelelő irányvétellel bőven jó, utána valamelyik éneket elénekled, vagy csak mantrázol röviden. Ez lehet a Kwanzaa-Bosaa mantra, vagy lehet a Gate-Gate-Para-Gate-Para-Sam-Gate mantra. Ha van időd, akkor a szívszutrát elénekelheted. Az különösen magyarul azért jó, mert annak fontos a tartalma is. Az egy használati utasítás arról, hogy mivel ne azonosulj. És mivel eléggé sok minden van benne, még évek után is, amikor már évekig énekelted, akkor van, hogy ja, hát ez is benne volt a szívszutrában, hát akkor miért csinálom? És akkor azt is, attól is megszabadulsz. Szóval eznek azért jó egyébként ezt elénekelni, hogy ez, meglegyen ez az információ. És még lehet a nagy dárani. Ez egy klasszikus dolog, amit szoktunk mondani, hogy szívszutra és nagy dárani, ha van rá időd. És akkor utána mondjuk egy 30 perc ülés. Az ülés idő tartamában is végül is szabad vagy. 15 perc alatt azért nem nagyon szoktuk javasolni, mert hát gyakorlatilag meg se nyugszol, és már akkor állsz is föl. Hát igen, 15 perc az csak a gyereket szoktatom hozzá, hogy az időt emelem, amikor ő ott van. De ha meg tudom tenni, hogy egyedül, akkor 35 perc körülbelül.
Jó, a 30 perc az egy nagyon jó kezdőegység. Tehát az már kellő idő arra, hogy el tudjon mélyülni ez a tantien fókusz. Mert amikor először leülsz, gyakorlottság és évek függvénye is, hát akkor nagyon nehezen megy. Aztán, ha már sok tapasztalatod van, akkor már persze ott van, hogy ja, és akkor már tudja a testet, hogy mit kell csinálni. Ha már tényleg nagyon sok elvonuláson voltál, akkor lehet, hogy leülsz, és már megy is. De akkor is, hogyha kezdő vagy, akkor is 30 perc az már olyan, hogy akkor abban, hogy le tudsz szépen nyugodni. És úgy állsz föl, hogy jó, igen, akkor ez egy ülés volt. És akkor lehet még 40, meg az 50 perc. Az 50 perc abban már megint több ciklus van. Tehát akkor többször lenyugszol, fölizgulsz, lenyugszol, attól függően, hogy éppen milyen belül az állapotod. De ugye az a cél, hogy ezt a fodrozódást, ami a tudatot, ha ezt mondjuk egy víztükörnek gondoljuk el, akkor sokszor, hogyha éljük az életünket, akkor nem feszített víztükör a tudati tónak a teteje, hanem ilyen zavaros, és akkor nem tükröződik benne semmi, vagy csak nagyon torzan. Ha megvan ez a rendszeres gyakorlás, akkor mindig újra és újra törekszel arra, hogy a tudatnak ez a vízfelszíne, ez kellően tükröző legyen, kellően sima legyen. És akkor egy idő után meg tudod úgy tartani, még akkor is, ha fúj a szél. Ezt a víz nem tudja, a tudat az tudja. Úgyhogy rendszeresség az nagyon jó, és akkor azon belül egy olyan menüt, egy olyan sorozatot érdemes kitalálnod, ami most számodra vállalható. És akkor azt csináld. Aztán, hogyha úgy érzed, hogy bővíteni kell, akkor érdemes bővíteni. Még azt mondanám jó tanácsnak, hogy van egy olyan hajlamunk szintén, hogy szeretjük variálni a gyakorlatot, ugye, hogy most egy kicsit mantrázok, most inkább ezt csinálom. Nem, most inkább akkor a nagy kérdést használom, mert azt még nem csináltam. Ez is egy kicsit olyan, hogy az elmén küzd az unalom ellen. Tehát, hogy az elme az ilyen, hogy nem bírjuk az unalmat. Akkor mindig kell valami tárgy, vagy valami, amivel foglalkozunk, vagy nyomkodjuk a telefont, a gyakorlatban is megvan ez. Kicsit már eluntam, na akkor inkább mantráznék. Úgyhogy ez is legyen olyan tiszta. Lehet mantrázni, de akkor mondjuk, ha mantrázol, akkor úgy van, hogy na akkor most júliustól mantrázok egy hónapig, és akkor az a gyakorlatod. Annak is legyen akkor egy ilyen tervezettsége, ezzel is segíted magad, hogy belül egy belső fegyelmet tanítasz magadnak. Azért, hogyha van egy kellő fegyelmezettséged, belül a gyakorlatot illetően az segítő. Az viszont már nem kell, hogy rigid legyél. Tehát a rugalmasság megvan, de legyen egy tartás, és legyen egy erőfeszítés napról napra, és akkor minél inkább napról napra csinálod ezt, annál inkább megfeledkezel arról, hogy most akkor itt te valami nagy dolgot akarsz ezzel, és amit megfeledkezel mindarról, amit szeretnél a gyakorlattal elérni, akkor már is érted. Úgyhogy egy ilyen jó kis rendszeresen végzett gyakorlatot javaslok a mindennapokba bevinni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Akkor megköszönöm mindenkinek a nagyszerű kérdéseket, és főleg azt, hogy eljöttetek, és végigcsináltuk ezt a szertartást. Nagyon lelkes szangának éreztem magunkat és egymást ezen a napon, és én azt remélem, hogy még nagyon sokszor fogunk itt ezen a helyen gyakorolni együtt is, és azt is remélem, hogy itt Attila remek dharma tanítói vezetésével rendszeresen fogtok ülni, és föntartjátok a gyakorlói energiát ebben a térben, azt, amit most itt egy ilyen lökettel elkezdtünk, azt fönn is kell tartani, és akkor ez egy jó kis központ lehet, és jó példa lehet arra is, hogy máshol is, mások is a szangában indítsanak gyakorló közösségeket, hogy tényleg ez, amit csinálunk, ez így szépen lassan hasson. És általában a mélyreható változások azok nem a
gyors és hirtelenjében elhatározott, látványos gesztusokból szoktak lenni, hanem abból, hogyha mi belül szépen lassan változunk, és egy nagyon tág tudattal létezünk, és akkor ezzel a tág tudattal, ha kimegyünk a világba, kimegyünk az utcára, az mindenkinek segíteni fog. Nem úgy, hogy itt kimész a Maléter Pál utcára, és az első emberhez odamész, hogy buddhizmus, zen, mindent a tudat teremt, és így megrázod, hanem lehet, hogy csak szembe jön valaki, és te derűs vagy, és rámosolyogsz, hogy meg úgy megy, úristen. És valami élménye van. És akkor tud változni ez a város is, hogy nem az van, hogy bemész a metróra, és akkor mindenki meg mész az utcán, hanem más, egy más minőség megjelenik, és az ezekből a kis gyakorló csoportokból tud megjelenni. Nem is úgy, hogy térítesz, és nem is úgy, hogy valaki rendeletbe leírja, hogy gyakorolni kell, meg kell változni, tudatalatalabb teremtés, és akkor mindenki teljesíti. Nem. Belső motivációból és példából. Úgyhogy én azt kívánom, hogy itt is csináljátok, és vigyétek ki és a világba, és segítsetek minden lénynek felébredni, és elérni a megvilágosodást. Köszönöm szépen!